Sziasztok! Ebben a részben bemutatjuk nektek a Rakom Ré 2 utódját, a Ré 3-at. Ray 2 egy rendkívül sikeres, nagyon megbízható alternatívája volt a belépő kategóriás 24 GHz-es termékeknek, elsősorban megbízhatóságával és gazdaságos üzemeltetésével szárnyalta túl a konkurenciát kellemes árfektés mellett. Jelenleg is számos szolgáltatónál teljesítenek szolgálatot már évek óta. Hosszú fejlesztés után a cseh gyártó piacra dobta a Ray 2 utódját, a Ray 3-at, amely sok szempontból fejlettebb az elődjénél. A termék közép-európai premierje a második Dotcongresszen volt tavaly novemberben. Ha kíváncsiak vagytok az ott elhangzottakra, akkor keressétek fel a rendezvény honlapját, ahol megtalálhatjátok a videós anyagot és a prezentációt is. Az egyik legnagyobb újdonság, hogy 256 QM helyett már 4096 QM is a rendelkezésünkre áll, a maximális 10 dB kimenő teljesítmény mellett. Ezt számszerűsítve 56 MHz-en 540 megabit per szekundumot érhetünk el, viszont az eddigi 56 MHz-es csatorna szélesség is 112 MHz-re bővült, amivel akár full duplex gigabites áteresztő képesség is a rendelkezésünkre állhat. A full duplex üzemmód mellett újdonság a Rakomtól, hogy aszimmetrikus csatorna szélesség definiálására is van lehetőség, ezáltal zajos környezetben rugalmasan tudunk használható csatornákat találni. Ezekben az esetekben külön jól jön a beépített spektrumonizátor, mi segítségével könnyű kiválasztani a megfelelő csatornákat. Ez rendkívül ritka funkció még a konkurens termékeknél is. Csatorna szélességben is rendkívül rugalmas a berendezés, mivel 3,5 MHz-től akár 112 MHz-ig választhatunk csatornákat a helyi szabályozástól függően. A hagyományos 24 GHz-es berendezéseknél az RX és a TX frekvenciák közt akár 100 MHz-es szünetet is kell tartani az öninterferencia elkerülés miatt, de a Rakom Ré3-nál ez 18 MHz-re csökkent le a csúcsminőségű hardware komponenseknek köszönhetően. Ezáltal egy szájra még több eszközt telepíthetünk le zavarmentesen. Az ugyanolyan felfogatás miatt a Ré2-ről Ré3-ra való váltás optimális körülmények között csupán pár percet vesz igénybe, mivel nincs szükség az antenna cserére és újra beállítására. A gyártó még magasabb figyelmet fordított a megbízhatóság fokozására, ezért a 4 kV-os ESD védelmet 8 kV-ra, míg a túlfeszültség elleni védelmet 1 kV-ról 4 kV-ra bővítette. Ré3-ban az új firmware verzióval elérhető lesz az AES 256-os titkosítás, ami szintén a prémium termékekre jellemző. A gyártó állítása szerint a Ré2-höz képest a Ré3-nak kisebb a hőkibocsátása, ezáltal kevésbé melegszik a termék. A Ré3-at ugyanúgy, mint a Ré2-t napelemről is lehet üzemeltetni a rendkívül alacsony fogyasztás miatt, és a Ré3 szintén megtáplálható poéról vagy DC csatlakozón keresztül is a hozzá külön vásárolható átalakító segítségével. Az eszköz továbbra is két Ethernet interfészsel rendelkezik, amivel az egyik rezes PoE képes, a másik pedig SFP. További újdonság az elődjéhez képest, hogy egyedi színekben és mintázatban is meg lehet rendelni, ha igény merülne felre. 2018 év végén adtuk el az első Ré3-osokat. Hamarosan esettanulmányokkal is jelentkezünk, hogy gyakorlati tapasztalatokat is megosztunk veletek. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk! Iratkozzatok fel a csatornánkra! És ne felejtsétek megnyomni a kis csengőt, hogy értesítést kapjatok az új videókról. Sziasztok!